Talán csak az egészen fiatalok nem hallottak még Kantorról, a német juhászról, aki nyomozókutyaként szolgált a magyar rendőrségnél. Az idősebb generációk sokkal könnyebben fel tudják idézni az emlékét, nem utolsó sorban azért, vagy inkább elsősorban azért, mert az 1970-es évek ötrészes csúcs televíziós sorozatában, amelyikben Kantor leszármazottai játszották a főszerepet, és mellettük számos akkori sztárszínész, például Madaras József, Szilágyi Tibor vagy Cselhalmi György vállalt szerepet. No de ki volt ez a Kantor valójában, és miért vált ennyire híressé, hiszen halála óta kis ilyen 6 évtized telt el. Ebben a részben Kantor, a német juhász történetét járjuk körül röviden. A történet alig 6 évvel a II. Világháborút követően kezdődik, amikor Tóth Tibor járőr vasúti őrszemként teljesített szolgálatot Szombathelyen a magyar rendőrség állományában. Tóth Tibor egy nagyon egyszerű ember volt, a kortársai és későbbi visszaemlékezései szerint egyetlen igazi szenvedélye létezett, az pedig nem volt más, mint a rajongása a kutyákért. Ugyan az 1950-es évek rendőrsége már kommunista kontroll alá került, de 1951 végén egy meglepő újdonságként az akkori rendőri vezetés úgy döntött, hogy talán éppen szovjet mintára megszervezik a nyomozó és rendőrkutyák hivatalos állami képzését. Ezt meghalván Tóth Tibor természetesen azonnal az áthelyezését kérelmezte, aminek következtében 1953-ra elvégezte a nyomozókutya vezetői tanfolyamot. Ezt követően kellett választania a központi telephelyen található fiatal német juhászok közül, és ő egy 6 hónapos ordas német juhász Kant választott, akit Kantornak neveztek el. Azt gondolhatnánk, hogy ezzel lezárult a történet, Tóth Tibor és kutyája, hasonlóan sok más átlagos pároshoz, a bűnt és a bűn elkövetőket üldözte, ez azonban nem így történt. Tóth Tibor mellett Kantor egy olyan sikeres kutya karriert futott be, ami nem csak kutya, de emberi mércével mérve is egészen elképesztő és bámulatos. De mi volt ez a siker, és hogyan vált Kantor már halála után igazi regényhőssé és mozisztárrá, ami fél évszázaddal később is ennyiek érdeklődését kelti fel? A páratlan siker első oka kétségkívül Kantor őstehetsége és azóta is páratlan munkaképessége volt. A kutya és gazdája közös munkájuk, tehát Kantor élettartama során több mint 500 alkalommal vett részt éles bevetéseken, és a rendőrségi nyilvántartások szerint 279 esetben jártak sikerrel. Gazdájával 10 év alatt 78 ezer, nem elírás, valóban 78 ezer kilométert tettek meg együtt tolvajokat, bűnelkövetőket és illegális határátlépőket üldözve, nem mellesleg, mindezek mellett, szinte levezetésként, 3 alkalommal megnyerték az országos nyomozókutya versenyt is. Ezek a számok akkor és azóta is elképesztő, szinte egyedülálló teljesítmények számítanak. Az örök kutyadicsőség második oka egy különleges, akkoriban forradalminak számító azonosítási eljárás, kidolgozása és meghonosítása volt, amit Tóth Tibor Kantor segítségével kísérletezett ki és ültetett át a gyakorlatba. Akkoriban, korszerű eszközök híján a gyanúsítottak azonosítása jelentette nem csak a magyar, de a korabeli rendőrségek mindegyikének fő problémáját. Először a németek kísérleteztek szag azonosítással kutyák bevonásával, amely kísérletek azonban nem voltak sikeresek. Érdekesség, hogy ennek ellenére az akkori keleti blokk, szocialista tömb, titkos szolgálatai komoly erőfeszítéseket tettek a német kísérletezések részleteinek megszerzésére, szintén sikertelenül. Végül 3 év alatt teljesen megdöbbentő módon Tóth Tibor fejlesztette tökélyre Kantor kutyája bevonásával azt a szag azonosítási módszert,
amit a világon először lehetett valóban sikeresen használni egy bizonyítási eljárásban. Még egyszer, a világon először. Nem véletlen, hogy szinte minden európai rendőrség ezt a megoldást választotta a későbbi évtizedekben. Arra vonatkozóan egyébként, hogy hogyan is történt egy ilyen szakazonosítás, szinte dokumentarista szintű ábrázolást láthattok a Kántor című tévésorozat második részében, aminek a címe Postarablás. 11 év aktív munka után sajnos Kántor élete tragikus véget ért. Egy fertőtó környéki üldözés során Kántor aknára lépett, és olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy el kellett altatni. A magyar rendőrség akkora becsben tartotta a kutyát, hogy preparált testét a budapesti rendőrmúzeumban helyezték el, ami egyébként mind a mai napig látogatható és meg lehet tekinteni. Ezzel tulajdonképpen le is zárhatnánk a történetet, ha Kántor legendája nem folytatódott volna, de folytatódott. Történt ugyanis, hogy 1969-ben, Kántor halálának az 5. évfordulóján, Szamosi Rudolf író találkozott Tóth Tiborral, és teljesen a történtek hatása alá került, szerintem egyáltalán nem véletlenül. Olyannyira, hogy elhatározta, megírja a Hős kutya és gazdája történetét. Az 1970-ben megjelent Kántor nyomoz című kötet, amit egyébként majd még egy további követett, nem várt magyar és nem mellesleg világsiker lett, csak Magyarországon 1 millió példány fogyott el belőle, de lefordították angol, orosz, cseh, német, kazah, bolgár és szlovák nyelvekre is. 1975-ben pedig az akkori királyi televízió, az M1, vagy nem is tudom akkor még hogy hívták, TV1-nek talán, egy 5 részes sorozatot forgatott és adott le adásban a kötetből, ami magyarok millióit ültette le esténként a televízió képernyői elé. Számos akkori sztárszínész mellett a főszerepet Kántor egyik almából származó fia, Tuskó játszotta, aki szintén kiváló nyomozókutya volt, habár képességei tekintetében nem léphetett apja örökébe. Ez a korai televíziós sorozat előre jelezte a trendeket és a kutyás sorozatok későbbi sikerét, és a harmadik oka volt annak, hogy Kántorra azóta is emlékszik az ilyen ügyekben egyébként rendkívül rövid memóriájú emberi emlékezet. A nagy sikerű sorozatot televíziók már nem játsszák, de mind az 5 rész könnyedén megtalálható videó megosztókon, ha tanácsolhatjuk, és ezt csendben mondjuk, mind az 5 részt ne az Y-nal, hanem a V-vel kezdődőn keressétek. Mindenkinek őszintén ajánljuk a megnézését, aki szeretne egyenes hátú, jól dolgozó, 70-es évekre jellemző német juhászokat látni, de azoknak is, akik egy bepillantás erejéig kíváncsiak a 70-es évek szocialista Magyarországának világára, ahol 10-esével röpködnek a kisfröccsök, ahol az utcák tele vannak kiskocsmákkal, ahol a rendőrségi ladák és volgák repesztenek a rablók után, és ahol a rendőrök még régi vágású, igazi fakabátok. És hogy mi történt Tóth Tiborral, Kántor gazdájával, akit Szamosi Rudolf Csupatinak nevezett el, amely elnevezést egyébként Tóth Tibor nem túlságosan kedvelt. Tóth Tibor Kántor utódaival szolgált tovább nyomozókutya vezetőként, de soha nem volt igazán képes kiheverni első kutyája Kántor elvesztését. Tóth Tibor, azaz Csupati, Kántor halála után 10 évvel, 1974-ben vonult nyugdíjba. Egészségét nagyon megviselték a kíméletlen hajszák és első kutyájának elvesztése is. Ezt követően Szombathelyen élt, nyaranként visszavonult Körmend melletti tanyájára, amit nemes egyszerűséggel Kántor és Csupati tanyának hívott. 2011-ben hunyt el, 82 évesen. Mindennyian tudjuk, milyenek az emberi pletykák általában. Környezetében az a hír járta, hogy más ember az anyját nem siratja annyira, mint Tóth Tibor, azt a bizonyos kutyát, Kántort.